És itt is van velem a zenekar énekesnője, Pálmai Panna. Szervusz, üdvözöllek nálunk. Hát ugye ez egy akusztik felvétel, de azért gondolom ezen ti sokat nem melóztatok, hogy akusztikus köntösbe öltöztessétek a dalaitokat. Hát most megleplek, mert igenis melóztunk vele, igen. Egyik legtöbb melót tettük be igazából az elmúlt időszakban. De ti mit változtattok a számokon? Hát itt azt kell tudni, hogy egy élő koncerten nincs megszabva, hogy ki mennyit improvizál. A zenészeknek soha nem szabom meg, és egymást se korlátozzuk, tehát nagyon szabadon lehet ezt művelni, ezért is nagyon szeretem ezt a zenekart. Itt viszont, mivel tudtuk, hogy van egy időkorlát, és minél többet szerettünk volna megmutatni magunkból, minél több arcunkat, ezért meg volt szabva, hogy ki mennyit játszik, és hány kört, ahogy így a jazzben mondják, és csináltunk meg új dalokat is, úgyhogy sokat melóztunk vele. Ó, de ha már itt maradunk, hogy ennél, hogy ilyen szabadon játszotok, ugye nektek volt is egy ilyen jam session koncertetek. Igen. Ezt hogy kell elképzelni, hogy akkor viszont aztán tényleg mindenki? És 18 órás a koncert? Ott is volt egy időkorlát, ezért nem lehetett 18 órás, de hogyha lehetne, akkor simán lehetne 18 órás koncert is. Itt pont azt meséltem az előbb, hogy egy jam session koncertre semmit nem készültünk. Tehát pont kérdezték, hogy milyen ez, hogy készülünk egy ilyen. Hát sehogy. Arra abszolút nem készültünk. Előtte 5 perccel megbeszéltük, hogy mik legyenek körülbelül, és akkor teljesen szabadon játszottak a fiúk, és végre nem volt korlát neki. Oh, na hát nálunk sajnos volt korlát, de hogy válogattátok össze a számokat? Mert ugye ezért itt nagyon sokan látják olyanok is a koncertet, akik nem biztos, hogy nagy rajongóitok, vagy lehet, hogy még nem is ismerik a zenekart. Így van, pont ezért válogattuk úgy össze, hogy legyenek a régi punkasztik dalok is, amelyek már jól bejáratottak, meg tapasztaltuk, hogy a közönség mit szeret, mit nem. Legyen olyan feldolgozás, ami popposabb, de azáltal, hogy mondjuk oda kapcsol és látja ezt a poppos dalt, és tetszik neki, és meghallgatja, hát ha meghallgatja azt is, ami nem annyira poppos, így például Csikóra a feldolgozás is van, de van albán népdal is, tehát népi elemeket is most behoztunk, és hát azt szeretük volna megmutatni, hogy igazából mennyire sokoldalúan lehet ezt a dzsangó zenét keverni másfajta zenékkel, másfajta stílusokkal. Az biztos, hogy nektek ez a keverés nagyon jól sikerül, mert valahol azt olvastam, hogy egy abszolút hiánypótló zenekar vagytok. De szerinted miért vagytok ti hiánypótló zenekar? Én nekem lenne tippem, de az nem biztos, hogy jó tippem. Mi a tipped? Kíváncsi vagyok. Hát nekem az, amire már beszélgettünk, hogy nekem ez a cimbalom behozása egy normál zenekarba, tehát hogy amikor nem egy népi vonalat akarok a cimbalommal megmutatni, az nekem hihetetlenül tetszik, mert én nagyon szeretem a hangszert, és nagyon örülök annak, hogy így is használva van. Igen, talán ez az egyik kulcsa a sikernek, ha lehet így mondani, és annak, hogy hiánypótlónak, tehát hogy hiánypótlónak neveznek minket. Meg talán az, hogy eleinte hozzányúltunk feldolgozásokhoz, az ugye nagyon elnyerte a közönség tetszését, és utána pedig az, hogy itthon nem nagyon volt olyan zenekar, aki ezt a stílust saját számokba, saját zenébe öntötte volna. És mivel mixeltük ezt a popos stílussal, tehát az eredeti dzsangó stílust a popos stílussal, így talán ez lehet az, amiért jobban befogadható, meg könnyedebb az egész. Fantasztikus zenészek vagytok, egyenként is. Hogy lehet egy ilyen szupergrupot, mert nyugodtan mondhatom azt, hogy szupergrupot összetartani? Hogy lehet számokat szerezni, tehát hogy ki kellett jelölni egy vezért azért az együttesben, vagy ez ott is egy ilyen hihetetlen szabad közösség, mindenki hozza, amit van, néha ő a főnök, néha pedig ő. A főnök szerepet azt magamra vállaltam az elején. Reménykedve abból, hogy talán egy nőre jobban hallgat mindenki. Ez néha bejön, néha. Abszolút nem. De azért ez a szabadság, ez nagyon jellemző a zenekarra, így a személyes létünkben is. Hiszen szerintem akkor lehet ilyen zenét, amit nevezünk örömzenének, mert amúgy tényleg az, akkor lehet ilyet felszabadultan csinálni, hogyha szabadnak érzed magad benne.
Merre kalandoztok a jövőben? Mert hogy ez nálatok abszolút jellemző, hogy azért nem szoktatok egyetlen jól kitaposott úton megmaradni, és akkor a következő lemez, vagy következő szám is erre készüljön. Úgyhogy hova kalandoztok most? Mit lehet tudni a próbáról? Most megjelent legújabb lemezünk, a Félúton felnőttem, és ebbe már az előbb említett Albán Népdal is például rajta van, és elkezdtünk saját számokat írni. Eddig Kálmán Tamással dolgoztunk, és dolgozunk is egyébként tovább. De most van Kardos Dániel gitárossal egy közös számom, most már nekem is, dalszövegem is van rajta, és most próbálunk még jobban nyitni más stílusok felé, talán ez egy picit merészebb lépés, de úgy vagyunk vele, hogy most már megérettünk arra, hogy megmutassuk, hogy külön-külön kinek milyen ízlésvilága van, és azt is beletesszük a dologba. Hát akkor még színesebb lesz ezek szerint a Punkasztik. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hát tényleg mindenkinek ajánlom, nézze ma az Akusztikban a Punkasztikot, egy remek koncertet fog látni. További szép estét! Köszönöm!